Két szoros mérkőzést játszott egymással a regnáló bajnok szólnok és az atomerő a Honi élvonalbeli koshálabda bajnokság negyed döntőjében a felek harmadik meccsét a Tisza Ligetben rendezték. A Paksnak két vereség után mindenképpen győznie kellett azért, hogy életben tartsa a továbbjutási esélyét, míg az olaj érthető okokból könnyebb helyzetben volt. Az összecsapás Milosevic büntetőivel kezdődött, erre Norfleet triplával felelt, majd Henton és Kovács Ákos is betalált kintről. A hazaiak azonban nem szakadtak le, 23-27-tel zárult az első negyed. A második felvonásban tovább erősített az ASE, a szónok viszont sok hibával játszott. Fokozatosan nőtt a differencia a felek közt, a nagyszünetben már 13 egységgel tartott előrébb az atom. 38-51-ről kezdődött a harmadik etap, melyben egy teljesen más szellemiségben kosárlabdázó vendéglátó futott ki a parketre. Ekkor az olaj irányította a találkozót, az atomosok teljesítménye fokozatosan gyengült. Egy csapása ismét nyílt lett a mérkőzés, 69 egál állt a táblán 30 perc után. A negyedik negyedben már egyértelműen a küzdelem dominált, a fáradt csapatokat a szívük vitte előre. Két perccel a vége előtt egyetlen ponttal a Paks vezetett, de a végjáték ismét a hazaiaknak kedvezett, végül öt egységgel a tiszaparti alakulat diadalmaskodott. A végeredmény szólnoki olajkáká, atomerőmű ese 92-87. A negyed 3-0-val zárult, a piros kékek a hatodik helyen fejezték be a szezont.